Szeretnénk megszépíteni a rászoruló családok gyermekeinek karácsonyát, ezért indított a Kecskeméti Médiacentrum játékgyűjtő akciót a Városi Szociális Közalapítvánnyal összefogva. Kollégáink felajánlásából vásároltuk az első ajándékokat, szerencsére azonban egyre többen érzik fontosnak, hogy csatlakozzanak a jó ügyhöz. Szeverényi Gyula Tamás alpolgármester ma társasjátékokkal érkezett szerkesztőségünkbe. Ahogy közeledik a karácsony, egyre többen érzik úgy, hogy valamit tenniük kell azok irányában is, akiknek nincs akkora lehetőségük ajándékozni. És nagyon örülök, hogy a Kecskeméti Médiacentrum is ebben kivette a részét, hiszen ugyan a gazdaság fejlődik, a bérek növekednek, de van egy réteg, amelyik ebből a növekedésből nem tudja úgy kivenni a részét. Az új vagy újszerű játékok, mesekönyvek mellett több bizsú porcelán érkezett hozzánk, ezekből vásárt rendez a Városi Szociális Közalapítvány. A befolyt összeget szintén játékok vásárlására fordítják. Köszönünk szépen minden adományt, de sajnos még sok-sok játékra van szükségünk ahhoz, hogy minél több rászoruló család karácsonyát tehessük szebbé. Szeretnék mindenkit bátorítani, hogy vegyen részt ilyen akciókba. Nem is pénz kérdése, hiszen nagyon sok helyen van otthon olyan játék, amit már gyerekek felnőttek, megunták, jó állapotban van. Csatlakozunk ezekhez az akciókhoz, és ezeket a játékokat ajánljuk fel olyan gyerekeknek, akik ennek nagyon fognak örülni. Az adományokat december 15-ig várjuk a Kecskeméti Televízió Szabadság tér 2 szám alatt található szerkesztőségében.